fel kell tennünk a kérdést, hogy valóban Rászorúnak akarja kiadni az Aknász utcai ingatlant az MR közösségi lakáslap. Az elmúlt napokban több lakó is megkeresett azzal kapcsolatban, hogy arról van információjuk, hogy az MR közösségi lakáslap non-profit Kft. Tulajdonában lévő Aknász utcai ingatlant Rászorulóknak szeretnék kiadni. Ezzel kapcsolatban kerestek meg, és azt gondolom, hogy jogos az itt élők félelme, hiszen számtalan alkalommal láthattuk már azt, akár Miskolcon, akár Borsodabó-Zemplén megyében, hogy amikor bizonyos helyekre olyan rászoruló családok költöztek, akik nem tudták betartani a közösségi együttélés szabályait, akkor ott az ott élő közösségnek az élete pokollá változott, az ingatlanjainak az értéke felére, harmadára esett vissza. Éppen ezért levélben fordultam az MR-hez, hogy valóban igaz-e, hogy ezt az ingatlant ki szeretnék adni rászorulóknak, amennyiben igaz, akkor tájékoztatják-e erről az itt élőket, és ha igen, akkor mikor és milyen formában, illetve az sem mindegy, hogy ezek a rászorulók, ezek honnan érkeznek, illetve miért rászorulók, azért, mert mondjuk a Sajó árvize elvitte az ingatlanjukat, vagy miért kerültek ilyen helyzetbe, és most várjuk az MR-vel megtisztelő válaszát az itt élőkkel együtt. Reméljük, minél hamarabb megérkezik.